Sziasztok, itt újra lesz után. Folytatjuk a Phoenix Wright Eastern Justice for All-t. Az első nyomozás második részével. Március 21, 11 óra, 34 perc. Wright & Co. törvényiroda. Hát ezek után már Mr. Engardot már vegyük. És tudjuk, hogy nem ő volt, ami fontos. Mit kéne tenni? Holnap van a tárgyalás. És egyes... A láthatlanság csak egy módon bizony. Az igazi tettes kell le... A beszélgetés itt nem fontos. Ja igen, és még valami. Ide nem kell menni. Semmi értelme, mert is ismétlés. Úgyhogy oda semmi értelme elmenni. Március 21. Vízkapu hotel. Hotel lobby. Megint az az öreg gyanya. Mit ő vele itt? Nem mert igen. Jó reggelt. Mi folyik itt? Tudja, hogy Juan meg, mert megölték, igaz? Hát most megint balszos, hogy még egy szamuráj gyilkosság történt. Rajongója volt Juannak. Ez, hogy Jack Hammer rajongója volt, most már Juan rajongója. Tehát az... másodszor hal meg az, aki a rajongója volt. Olyan balszos emiatt, hogy miért történik ez vele. Hát beszélnénk a gyilkos. Hogy ne toljam őt. Mi? Nem hallja, amit mond, mert túl gyorsan beszél. De balcsolosak neki. Az áldozat. Hammer meghalt egy évvel ezelőtt. Megint van az pedig, hogy Jimmy, mindegy szára ki. Hét rajong az miért hal meg? Nagyon olyasan fog viselkedni a valaki rosszat volt Juanról. Nem mondtam semmit. De nem hiszel egy szót sem, amit a nő mond neki. Milyen nő? Egy afro. Hogy miért nem áll le? Szomjas vagy? Kicsit. Akkor szeretnék majd zsúszolom. Kösz. Hogy figyeljek rá! Mi történt? Mi történt a gyilkosság napján? Nem tud semmit. De készen áll valamire. A sorra. De hát így a... arra a konferenciában. Hogy nem tudsz semmi. De. De hogyha... arról beszél, hogy mit látott, az már... Látta...
még tölti gyilkosszád apján. Hogy legyek kedves! Mit lát? Látjátok? Először négy szájlok! Úgyhogy van valami titka. Hogyha többet akarok haladni, akkor tiszteljebb és adjak neki ajándékot. Még mindig a fejetlen csirkék! Halljatok vicceseket tud mondani, az biztos. Jaj, hoppó! Hoppá, hoppá, nem erre, nem erre. Hallway. Most jött a folyosó. Hey, Teo! Már vártalak, Mr. Ügyvéd, Lata. Attól vagy megmutatom az arcát. Mi? Hogy tartoztassa le! És nyilván csak bűnössé, vagy adjon neki egy halás. És mi a gond? Jó vagy? Hogy adjam vissza? Mit keresel? A kameráját, valaki ellopta. Ez élete része, és 700 dollárt ér. A bűnöző mindig visszatér a tett helyszínére. És itt van. Kamera. Elvesztetted a kamerádat? Ez 1600 dolláros márkájú újfajta. Ne azt mondta, hogy 700 dollár? Mikor vesztetted el? Tegnap este. Amikor a gyilkosság történt. Biztos el volt foglalva, amikor valami keresett. És mit fotóztál le az a drága kamerával? Nem tudja. Amit látott, azt lefotózta, de nem emlékszik semmire. Mi történt? Mi történt a gyilkos alapján? Szóval itt volt a ceremónia utolsó estjén. Addig volt itt, amíg Angardot letartóztatták. Mit csináltál? Amíg ahová Lata hát megy, ott van sztori. Jó, akar a legjobb fotográfus lenni a világon. A tökéletes... és lövés keres. Nem volt végig itt. Biszkú.
Milyen sztorit kezd? Második. Titok. Cave Silo. Ez kereskedő amit, amire tudom azt szerzett. Igen, megállítottam. Ezt kapjam ki, majd meglátjuk. Ezt kezdjük Corrida szobájával. Nézzetek, mennyi plusz állat van itt. Juan Corrida szobájával. Ő az áldozat. És ez a bűnti helyszíne. Nem születik. Mi történt? A túlszeit a... Azt felvette vele a kapcsolatot? Még nem. Talán a felmentés így nem fog. Hogy tartsak ki. Nincs egy idő, de segít ahogy tud. Még hogyha találunk is valamit. Most akkor körülnézünk a büdi helyszínen. Különleges helyzet. De jobb, ha csöndben maradok. Ez a térkép a hotelről. És adatonál a kislány. Na, térképje. De nem tudja elmasni, hogy mit mond. Azt hiszi, hogy itt inkább fülkák vannak. Mi okozza a halál? De még nem jött meg a boncolás jelentés. Nos. Itt az látható, hogy a testében van egy kés. És ez a azt látják, hogy ez a gyilkos fegyver. Hogy leszúrta van. És van új lenyomat is róla. Méghozzá Angart új lenyomata van rajta. Akkor a letartóztatásra. Van bizonyíték rá. Mert bizonyan keményen harcolhattak. A büntény helyszíne elárulhatja ezt. Van jel hozzá. És lejött a gomb. A ninja gombja a... És vagy bekerült a szamuráj hakamájába. De ez nem minden. És van tanú is rá. Az az öreg nyanya. Hát a vádnak van némi bizonyítéka ehhez. De van más probléma is, de azt magamnak kell kirejtenem. Az egyik ez. Ez egy boros üveg paradicsom dzsúszta. Nem szereti. Hát nem fújt.
Hát őtől van valami tőle is. Ez a virágos válca az el van törve. Ez pedig egy gitárdobó. De nincs benne a gitár. Talán elfejtett azt. De majd azt mondta, hogy azt a... hogy azon a gitáron van, de egy nincs a halálás. Az a doboz még meleg. És nincs benne víz. Pedig kövvize. Szóval van jel rá, hogy az a kitáros doboz az vizes. De hogy miért? Szóval... igen, rendben. Még egy bizonyítékot kell szerezni. Ez egy magazin keskét. Szóval még három bizonyítékra szükség lesz. Na, sok ott lesz... még négy. Ops, nem ez az. Most Engard Hotel szobák következik. Hol vagyunk? Engard öltöző szumájában. És az a klienség szumájában. Segítenek valamiben? Vagy segíteni? Tudja, hogy az Engard ügyvédje vagyok. Hát is keres ügyvéd. Engardnak. Honnan tudja, hogy ügyvédje vagyok? Most mondta. És szavaból rájött. Egyszer következtetés, és holnap lesz a tárgyalás. És még rosszul áll, Mr. Szóval nyomokat keresik. Adrian Andrew. Szóval tényleg a lényegre. Gyilkosság estje. Volt egy vacsora Engarda ebben a szobában. És mit tettük? Hát a válasz ott van az asztalon. Amikor a show elkezdődött, akkor Viola Hallban volt. És aztán visszatért ebben a szobában. De még más dolgás volt. A elkészületekben segített. Az utó ceremónia volt az az elkészület bizonyára. Mert hívni akart a Engardot. Aztán meglátogatta a Corridán. És megtalálta a testét. Kacsatta Engarda. Tehát nem tudja, hogy Jimmy-t engem választott így végén. Szóval jó, menedzsere! Van
Volt Koridának is egy mencső? Nem. Ez nem fontos. Ez az ipar nagyon könyörtelen és megbocsáthatatlan. Nekik könyörtelen és megbocsáthatatlan tőle magamnak. Meg a partner számára. Szóval már itt segít. Azt hiszi, hogy kegyetlen vagy fel. Majd egy gyószt veszek neked később. Még kell hozzáadni valamit. De melyiket is kell hozzáadni? Ismered a szátszot? Igen, ismerte. Tudsz a rivalizásokról, mondjuk ki ezt a szamurája? Olyanok, mint hogy voltak, mint a gyerekek. Egyiküknek sem kellett volna meghalnia, hogyha egyikük nem olyan makas. Van bizonyát tud. Indok a gyilkosságra. Miért volt Koridám egy gyilkóra? Megkérdezik ilyet? Nézzem a dolgot. Tessék, ez is két, négy szájlok. De ez egy nehezebb szájlok. Nem adhat hozzá mást. Tehát neki, tehát most már három titkot kell leplezni. Na, most jelenik meg a színész. Hogy vagyok? Végig voltál? Szóval az emberek nem távozhatok innen, és nem nem menek haza, és nem... Mi kell szamar? Jó, szóval beszélj a sorról. Egy akcióhős. Gyerek is számára. És ez a folytatás az Aci szamuráj. Három szamuráj testvére volt itt. Aluminium, Tin és a Nikke szamuráj. Egy Y-szereleve egy Neo Old Tokyo-ban. Y-szereleve? Szállja egy lányból, tűn. A testvérek szerelmesek volt a szájom. Szájú volt a képen, de lánya volt annak az Eperkán vezetői. Voltak, mint Romeo és Julia. Háromszorosan. Mint hogy ez egy tiltott szerelem volt. Tudni akarja, hogy mi történt akkor. Volt valaki a szerelmes? Minden vasárnap 8 órakor. Akkor már nem akarja nézni ezt ebben a, ezen a hiten azt a... Semmi nincs. Ez van fel remake volt.
Ez egy olyan ninjáról szólt, aki nem tudott a falakat mászni, de popstar. Melyik hangos ninja volt. Nem tudok mindenféle ninja trükköt bele. De tudod, ott élen kell. A gitárjával egy. És a végső csata Missile Hercegnővel, a szerelmét. Hát, ezt bonyolult érteni. De ez a popzene, azt az látjuk egész. Ezt is tudni akarja. És tudod, van ilyen kény? Ugyanaz a válasz! Mit, milyen sor... Lássuk, mit mond AJ Andrewsról. Hát volt egy érdekessége nála. Vagyis, mi tud róla? Nem nagyon ismeri. De egy péges pedig hangzik el róla. Na, tud adatot mondani. Hát volt egy érdekes gyöngyessége. Ez az újság. Van egy érdekes szövegke is, hogy van úgy írva, hogy Miss AA. Kolidák nem menedzsenek. Tehát viszonylag olyan menedzser lehetett, mint az AA. És Adrian Andrews-on emlékezhetett. És ez elég érdekes hír. Nehéj boldog le, Powers. Jó, ennyi elég is. Még mindig nem beszéltek vele. Mit utolsak meg neki? Van csak lehet, hogy meg kell mutatni neki valamit. Hát ő az egyetlen nő egy adja. Mindent meg endíz. Magam fogok, szerintem nem fogok. Erős kereség információt, egy titkos találkozóról. Valamire gondolok, hogy ez téved is.
Mi a helyzet ezzel a bor? Nos, az a boros pohár. Hát egy nagy rendetlenség volt ez a büdészni, de ez nem volt megérítve. Az ügyésznő figyelme vette először. Tehát Vonkal majd idejön. Most nagy... Jó, hogyha nem találkozunk vele. De... Halljátok ezt? Azt jelenti, már baj van. Megszólalt a rádióadó bevő. És mindjárt ostorozni fog. Tessék, most már utamban van. Szóval már rájött, hogy cső, ez igazi természetemben. Szóval... Mit mondta? Hogy információt lopok, amikor ez dolgok? Áú! Hogy kézenteztem, hogy büdösség van? Hogy gúnyolod, ápolatlannak nevezi. Látjátok ezt, milyen kegyetlen! Jau, au, au! Hogy korábban is mondtam. Ez úgy is egyáltalán nem bír magával. Egy büntetés! Így beszegyeztem, azt kaptam, amit érdemeltél! Engem nem érdekel! Még hogy a tiéd! Nagyon önző! Tudjuk, a zsarosságok kéne elmenni. Szóval, hogy ott találkozunk. Ezt fel kell venni. Ez a papír. Ez autógram. Ezt tudja olvasni. Szóval ezt Wendy Oldbagynek szám. Ez jó az a Psylocke feladásához. Úgyhogy jöjj vissza. Hát remélem ide nem kell még ezt vissza. Na, itt azért feladom a négy Psylocke-ot. Hogy mit láttál? Szalkozni akar velem. Egy kis ördög. Amit akarsz, most szépen megkapod. Take that! Ez hova autogramja? Ja.
Hát a kaja, adjam oda. Nem adhatom ide csak úgy. Hát akkor itt az idő egy kis... Cserél. Nem elég? Itt az idő, hogy feltálja a szívét. Na látjátok, mind a törtem. Ami azt jelenti, hogy ez csak ez egy szájlónak számít, mint négynek. Mit láttál? Láttad az este? Hogy Juan szobája... Ajjaj. 10 perc eltelte, azután, hogy Juan estébe találták. Úgyis a WC akart menni. Nem mutat rendőrségnél? Igen. Igen, tudom, hogy a basszat le. Hát most mindenre elégyeve az lesz, hogy megadja a bűnösítélet Angárnak. Hogy nem csinál semmi rosszat. Hát ez nem érdekli. Sakos a csirke! Ki a csöcsöt néz ki olyan? Bízik a megérzésében. És van ki van. Rosszat ezt azt mondja, hogy ő volt. Mit tehetett Engard, hogy ezt érdemelte? Engard múltja. Megvádolta egyszer hamisan de Hua. Azt a bűnt hozta létre. Egy éges bűn. Kész egy biasz! Oda te a lányt Huánnak szándékosan. Miért? Hát az a lány valamilyen veszényezte. Huán hírnevét, állító. Ő a leg... Juan rajta. És mindig információkat gyűjt róla. Egy magazin, de bizonyítja. Kis honnan... Akkor jöjjünk ide. A detektív még nincs itt. Ti zsabban! Valami zsabban adnak, hogy nevezzi a detektívet! Kászlát is! Később kell ide jönni. All the way.
Remélem, hogy igazam lesz. Take that! Itt az idő feladom két Psylocke-ot. Hogy miért volt a... áldozat szobájában? De mi volt a küldetése, azt nem akarja elmondani csak úgy. Szóval bőntén keresett. Van fél bünténről lehetett itt szó. És bizonyára Juan és Adrian között lehet. Take that! Az Zamora bizonyára a titokban, de rájött, hogy se találkozott a gyermekkel. És az forró sztori lehet. Most bizonyítékot kell mutatnom, hogy mi volt Juan és Andrews között. Jamie Midnight Rendezvous. Itt... na itt a kérdése a válasz. Take that! Corey Dark nem volt menedzser. Tehát ő van az AA. Ja igen, bizonyára Engelter előszerzett tudomásra találkozott. Hogy hurrá találkozott Adrian Andrews-szal. Lehet, hogy ez van féltékenység. Író. És ez ügyben volt. Ez ügyben nyomozott. Úgyhogy halljam a választ. Szóval a titkos találkozókat akarta lefotózni. Ez többé már nem hét nagy hír. Szóval igazi bizonyíték kellett, és az az dolog az bizonyára Adrian Andrews lehetett, de bizonyítékját, hogy tényleg ő az. Szóval exkluzív sztorival akart tenni a Juan és Adrian kapcsolatát. Írni akarta erről egy cikket, de az is eltűnt. Szóval az is a kamerájában volt, tehát azt is valaki ellopta. Hát nem gondoltam volna, hogy valaki ellopja azt az információt tőle. És kérdés, lehet-e beszélni már direktívben? Igen, most már lehet. Visszatért.
sajnos elég cáfolhatatlan a bizonyítékuk. De pozitívnak kell lenni. Hát elég kemény bizonyíték az bizonyára meg. Szóval két bizonyíték van. Az egyik ez. A másik bizonyíték a kés. És a vallomás. Tehát Oldberg lesz a következő tanú. Szóval mondta, hogy ne veszéljen az öreg nyújt. Tehát az öreg nyújt látott mindent. Úgyhogy az áldott szobájában, hogy a Isten rám már kijött. De a látszat sor. Mert ha ez így lenne, akkor már nincs semmi ügyem. Jajajaj, de nem tudom, melyik bizonyítékot kellene elmegmutatnom. Szerintem ő már volt. Próbáljunk meg ezt! Hát két évvel ezelőtt egy nő megölte magát. Szerezte Impax. Ő volt ugyan Quality Damage korábban. De ez nem minden. Adrian Andrews mentors volt. Tehát ő volt Intrindus tanár. Hát kell, hogy legyen a közel valami ehhez az egész ügyhöz. Na, sok beszélünk el. Tessék! Már megjött ez a hülye picsa. Hiányosség, mert ezt nevezni! Így árul a kis nevezi a detektívet. Szóval kirúgja, mert információt szereztem tőle. Iszonyú kegyetlen ez a hülye picsa. De utálom őt. De most jól figyeljetek, kevete, hogyha nem lett volna ez az áruló, mint te. Nyertem volna. Ezt akartam volna? Más Edgeworth visszatért. Régen nem láttuk egymást.
mit ilyen csinálok be? Másokat kéne okolni azért, ha van rossz történt? Nem változtál semmit, Francis. Hogy megy az arcát ide tolni? Szégyen... Szégyen nélkül. Tessék! Őt okolja! Ja, azért, mert besározta Von Karma nevét. Míg ő megy vádolni, amikor az ő apja ölte meg az ő apját. Hát szégyenhetni ezért magát. Szóval ez a Von Karma ide, hogy minden meg tökéletes lenni. Hát ebben az országban nehéz tökéletesnek lenni, mi? Hát tudom, hogy ez a dolog, hogy már kétszer is kudarcot vallott, és arra kíváncsi, hogy mi a helyzet ezzel az ügy. A véleményed, hogy tartsa meg magát. Az ügyesztő nem akarja hagyni, hogy átadja az ügyet más Edgeworthnek. Tart. Minden áron találkozni akar vele a peren. Hogy jó lesz kereszt, ezt meg... De olyan könnyen megúszni. Én mindig olyan vad, mint eddig. Van a piper. Azt hiszem, hogy meghalt. Nem akartalak látni egyszer. Jöööö, így kell üdvözlődni valakit, akit már egy éve nem látta. Ott leszel a holnapi tárgyalás? Hallottad őt. Az a vadló nem adja fel. Nem hiszem, hogy győrtő leszek. Egészségtelen az utálatot. Nem beszélve az egy oldalról. De egy dolgot mondom. Ezt a következő perc nem nyerhetem még egyedül. Hát ám valami hiányzik, és az a csapatmunka. Mert ez az eleje annak, hogy megtaláljuk az igazságot. Hogy értsem az ügyet, értenem kell az igazságot. Hogy a szükségem a segítségére, én rendelkezik, ő rendelkezik. Hát átad pár információt nekem. Bizonyíték a Von Karma vérére. Sok minden történt, de még mindig Manfred Von Karma volt a mentor. És a tökéletes rekord Von Karma bizonyított. Egy évvel ezelőtt. És néhány perren nem tudott bűnösítélyre szedni. És ezek miatt hagytad el az ügyészi oda? Hogy önzőség volt motivációja az ügyészi perek. Hogy jobb lett volna mindenkinek, hogy nem tér vissza a halál. Hát egy durva megkumadás, hogy biztos. De most kérdezni akkor van. Hogy miért vagyok a tárgyaláson és mi az okara? Hogyha
A Franciszka ennél azt mondta, hogy azt mondta. Legyőzlek ezúttal. De a tárgyalás nem harc térre. Ügyészek és ügyvész számára. Ő megvédi a klienseit, és ő megmenti az életüket. Hogy megmenti a klienseit, azt mondta. Szóval még soha kell tartani. Eljön az ideje, amikor majd érteni fogom. Ja. Igen, szóval itt 25 éves, és egy éve ezelőtt eltűnt. Ez a nő egy másik kulcs, ez a kulcs. Ezt már tudjuk, azt nem kell mondani. Öngyilkosságról is tudunk. De egy dolog nem tisztázódott. Öngyilkosságáról. Az öngyilkosságról szóló jegyzete. Ez eltűnt, és senki sem talált. Ez eltűnt, búcsú levél. A rendőrség arra gyanakszik, hogy valaki elrejtette. De hogy honnan tudja? Nincs bizonyíték rá, viszont. De találtak új lenyomatot. De ki rejtene el? Bizonyára az áldozat. De Isten, nem kérdezhetjük meg őt, hogy hová rejtett. És ő találta meg azt a holttestet. De miért? Amíg eltűnt, addig mindenféle spekulálás elé jelentéktelen. Ez így első része a búcsú jegyzetről. Ops, nem ez az bocsisz. Hát nem igazán kedve az ilyen búcsú jegyzetüket. Két része van ennek a jegyzetnek. És most megmutatja a másikat is. Tehát... már arról is tudomást szereztek, hogy Adrian Andrews meg akarta volna ölni magát. Hogy megpróbált. De nem úgy tűnik, mint hogyha lett volna bátorság. Hát sok titkot rejtegette, az biztos. Az önmaga biztossággal. Már csak az önmaga biztosságáról kéne tudomást szerezni. Hát pár nappal a
szerette halála után, de megpróbálta megölni magát, de nem volt bátorsága bizonyára. Hát elvesztette az akkor. Hát de halálba akartak ide azt, aki legyom a szeretet. Ez nem fontos, hogy jó van. Remélem most már be tudom fejezni. Március 24-je, Engard szobája. Itt van Andrews, de valakivel beszélt. Már megint az utálatos ügyész. Hogy mit keresek itt? Még a pofán megkérdezni? Én meg az ügyvédje. Mindig követőre. Szóval van egy rádió adóvetője. Ez az idegesítő. Csörgés. Ez egy elektromágneses rádió adóvető. És nyomkövetőt tett bele. Hogy tudja, hogy hol van a detektív. Szóval egy figyelt engem is. De leginkább őt, hogy egyetlen megbízható-e. Hát igazán sajnálom a detektívet. Hát én jött a kegyetlen nő miatt meg se lehet volna ott, meg se tudott volna ott maradni. Tényleg rossz, amit már szegyződ. Valamivel beszélgetek? Ops. Take that! Ez már nehezebb... Ez a négy szállalókot most már nehezebb lesz feloldani, mint az öreg nyanyánál. Miért halt meg Juan Corina? Vannak bizony okai, hogy miért haltott meg. Miért rejtéged erre? Engard életét sodor beszébe. Hogy nincs válasz? Hogy nem volt közelebb Boydához? És senki másra? Hát azt majd meglátjuk. Hát de remélem, hogy rá gondolt. Te... Ops! Felbasztam.
Ops, nem itt van. Nem jövő lesz az. Nem sem az! Picsába! Majd elfelejtettem! Ja, lehet, hogy bizonyítékot kéne mutatni? Nem is képet? Take that! Na ez volt az! Ez bizonyítékot kell mutatni. Ha, bizony, mert még képet is kell majd később mutatni. Hát valamiért közelítenék hozzá. És miért volt közelebb hozzá? Miatta? Take that! Na most kell bevetni! Itt honnan tudom? Na végre összetörtént. Megölte magát. De senki nem tudja miért. Szóval tudomásokat szerezni öngyilkosságáról. Nagy elképzelésén vannak. De még mindig tagadja. De nem hiszek neked. Take that! A búcsú jegyzete nem talál. Nem lett meg találva. Valaki elrejtette. És lehet, hogy az áldozat volt. És bizonyára ezért akart hát beleszeretni Colit. De még hogyha a mentorra is ott Celestine-nek, az még ez sem köze. Nem is tudta. Nem is érdekli más kérete. Van bizonyítékom is. Ugye elkülönges volt számára. Take that! Hős öngyilkos akart volna lenni. Ő saját maga. Azt gondolta, hogy mindent elveszített. Vagy saját maga. Bármennyire próbálta, nem tudott nem gondolni arra, hogy mi történt az a jegyzettel. Gondolta, hogy meg akarná semmisíteni ezt a
jegyzetet, és azt is gondolod, hogy csak akkor vetne véget az áldozat kapcsolatának, hogyha majd megtartott a öngyilkossági jegyzetet. Akkor minden megváltozik. Hát emiatt gyanakva, hogy Mr. Coyle holtan akartam. Hát Impex, és tudni akarta, hogy miért töltött meg magát. Még hogyha a gyilkosságot is élet elkövet. Hát azt, hogy az út... Na, ezzel visszakaptam a HP-mat, te. Bárki az nyomozásban visszakaphatja, de a peren nem. Szóval minden esetre... Tehát ez így... igaz, hogy ez 4 szájlok volt, de mivel az utolsó... az nem kell bizonyítékot mutatni, ezért ez inkább 3 szájloknak számít. Nem volt elég nagy a fontosság. Erősre próbál maradni. Nem akarta, hogy bárki rájön az igazság. Ezt akarta elásni magában. És ez az ő titka volt. Hogy értéktelen emberek számít. Csak az igazságot akarom. Szóval, hogy tudta. Nélkül... elgép félt. Azt gondoltam, mindent elveszített. És közel volt ahhoz, hogy megtalálja azt a jegyzetet. Ahol Fő István ott tűz is. Hogyha vezet a tama hozzá a tűzhöz. Na mindegy, ezt nem is kell mondani. De nem ölt volna meg senkit ezért. Nem volt olyan szándéka. Mert van egy szívessége. Szóval, hogy tartsam titokban. Ma bárki rájönne a gyengeségére, inkább meghal. Kérdeztetek valamit? Mi az? Egy kártya van a kezében. És mi ez a kártya a kezében? Nem tudja. A valami, hogy megjelent a táskában. Ez egy tengeri kagyló. De nem emlékszik arra, hogy az ő kezében lett volna az a kártya. Kíváncsi, honnan kerülhetett a táskájára. Szóval rábízza Angarot. Úgyhogy megtaláltunk mindent a és mi ez majában? Rendben van? Nagyon aggódik, de az biztos. De is nem tud emiatt aludni is. Akkor vissza az irodába.
Melyik várat lehet most? Egy jól van? Nem hiszem. Március 24. Barátenko törvényiroda. Most mi a ez? Hát, sikert kirejteni, hogy Andrewsnak lehetett van motivuma ahhoz, hogy gyilkoljon. Biztos az öngyilkosság jegyzetnél. Ez biztosan a rádióadó vevő. Törvényiroda. Hogy nem válaszok a telefonján. Hol van Maya? Még mindig vigyázz rá. De... rossz érként közben, hogy éhezik. Szóval, hogy egy gyors felmentést adjak a barátjának. Bármi áron. Ott halljam Maya. Most arról akar beszélni, hogy beszéljen a tesójával. A halott tesójával. Szóval rá akar beszélni arra, hogy idézze meg Miát szellemét. Ugye reménytelen vagyok. Mia. Majától van egy üzenete. Ma a szituációra. Hogy van? Biztonságban van még. A túlszerető tartja a szavát. De honnan tudod? Szóval bezártak. Maja hívta őt. Azt a jegyzetet, amit olvasott, ezt magán hagyta. És több információt szerzett. Mert... a túlszejtő. Hogy nézek ki? De sajnos azt nem tudja. Ő csak az, aki játsza. Szóval Maja ment egy telefonhívást. És miatt, amit a csengő fiú mondott neki, hogy volt neki egy hívása, de akkor valaki elkábította. És a támadóját nem is láthatta. És bezártak egy... Na, itt már Maját irányítom. Ez a kérdőjeles dolog az mindig Majáról szól. Nem tudjuk az időpontot, de még a helyszínt se, hogy hol vagyunk. Éhezik. Szívesen kell almás pitét. Ilyen helyen, de... pozitívnak jelennie. Megígérte, hogy nem fogja kinyírni. Nem fog meg. És mit kell tenni most? Fel kell venni ezt a lapot. Szóval eltette egy kártyát. De nincs semmi név rajta. Igen, ez a tenkei kagyló. És most? Jó, be van zárva. De tudom már szeretett arra, hogy a tévében, hogy egy hős mindig egy passzívus kártyát használ, hogy beérsz az ajtóba, és akkor klikke, és változatosan kinyik egy ajtó. És ezt a kártyát használhatja arra, hogy kinyissa.
Ez lett a kulcs a kijáratra. Hely nagy Géliusz, az biztos. Akkor ezzel majd folytatjuk legközelebb az első perrel. Szóval, hogyha ez egyben lett volna téve az az első nyomozás, akkor már bizonyára több mint 2 órás lenne az egész. Bizonyára ezért akarták 2 részre tenni. Úgyhogy ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot, és legközelebb az első perrel folytatjuk. De ez elég durva lesz. Ez biztos, hogy elég nehéz lesz itt nem hibázni. Úgyhogy sziasztok legközelebb is.